Tisztelt Ánökasszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! az volt a felkérés a tervezésnél, hogy nem a konferencián, hogy legyen valami a pénzügyi stratégiai tervezés kapcsán is. Euh, nagyon jó szempontot adtak a szervezők, mert -e csomó mindent újra lehet gondolni. Hiába egy modern fogalomról van szó, de fogjuk látni, hogy ennek van relevanciája a korszakban. Ugye az első kérdés, hogy általánosság, hogy a stratégiai tervezés, mint euh, mint stúdium, vagy mint, mint tanulmány, az a korba kerül elő ilyen szinten, egyébként antik ö, gyökerekre visszavezetve, itt most csak néhány ilyen, mindig szoktuk mondani ezt a, a, a mostanában inkább a, ugye a pecunia nervus belli, ugye a háború véltető eleje a pénz, de azért itt vannak más olyan standard megközelítések, kifejezések, ugye, a, ugye ez Rény írja, Mátyás király életéről való elmékedésekben nincsen a népeknek nyugalma hadsereg nélkül, nincs hadsereg Zsold nélkül, és Zsold adók nélkül. De egy remek kifejezés, de ő ezt lopta Tacitusztól, ott van latinul, nem olvasom fel. Ami nagyon érdekes, ezre kevésbé figyeltek fel, ezt én is véletlenül futottam bele, hogy, hogy a Betlen Gábor végrendeletében meg szerepel, hogy az hadakozásban pénz, és fegyver kívántatik, az meg nemes neves humanista Titus Liviusnak a nyomán, a, mármint a Titus Livius nyomán a Justus Lipsius hozta hogy mondjam, divatba, latinul, ugye az res necessaria sed usum omnem belli, pecunia come altus arma, ebből kiderül, hogy bet nem biztos olvasott, hanem is Titus Livius, de Justus Lipsius, ez biztos. az Zrínyi meg egyébként is nagyon tájékozott volt, meg olvasott, és ugye a stratégiai tervezés, az Zrínyi abszolút ismeri ezt a fogalmat, ugye amikor a tábori Krist traktába, ugye ez nagyon nevezetes dolog, ugye tesz javaslatot egy ilyen állandó magyar haderőre, ő 24 ezer főre kiszámolja, vagy végigolvassuk ezeket a részeket, Zsold egyenruha, ő köntösnek hívja az egyenruhát, fegyver, élelmiszer, lovak, szekerek, szállítmányozás alatt, és elsősorban élelem mozgatására gondol, és kiszámol egy pontos összeget, 1763 ezer akárhány forint, ő igazából 1 millió talérra tervez, a szakkori kurzus szerint, Tök jó, Két probléma van az egészen, hogy, hogy ez több, mint a teljes magyar királyság teljes éves bevétele. A másik, hogy ez szót nem szól arról, hogy ezt hogyan kellene uh, előteremteni, már pedig a stratégiai tervezésnek mindig két oldalának kéne lenni, de maga ez a ugye, a gondolkodás az itt megjelenik. Ugye az egész összefügg az, és csak nagyon röviden, erre már pár szó szóval beszéltem, hogy, hogy ez az a korszak, itt a hadagyi forradalom kezdete, aztán sokan ismerik ezeket a uh, ezzel kapcsolatos téziseket, hogy a fiskális állam modellel és az gazdaságtörténeti oldalról ugyanazt vizsgálja, és ugye ennek az egyfajta ötvözete a fiskális katonai állam, ami a 16. század elején közepén már megjelenik, ami ugye a alapja mindegyiknek ugyanaz, ekkor megjelennek tömeghadseregek, illetve nagyobb létszám hadseregek, várakat építenek, sokkal modernebbek kell, ahhoz komolyabb tüzérség kell. Szóval az egész minden ugyanaz a probléma, hogy az egy iszonyú mennyiségű pénz kell, sokkal több, mint korábban. És egyébként például, ha az adó fejlődés nézzük. most ugye ezt a négy szakaszt szokták megkülönböztetni államformák kapcsán, hú, bocsánat, hogy miért, írtam angolul, nem tudom. Szóval, hogy az ókori állam, a római birodalom az egy tributum, egyébként rendes fejadó alapú állam volt, középkorban ez a domaniális jövedelmekből kell eltartani az uralkodónak magát, Egyetlen egy adó van, a hadi adó, de az nem éves és rendszeres, mindenhol külön meg kell szavaztatni a rendek hozzájárulásával. És a korai korban jelenik meg ez az adóztató állam, egyszerűen ez a megoldás, hogy rendes adót kell. Az újkor az már a fiskális állam az azt jelenti, hogy az adon túl más pénzügyi, mondjuk a hitelek, bankok, stb. is eszközöket is igénybe vesznek. És ez a 18. század során ugye olyan jelenségeket figyelünk meg, ami hát nyilván itt az egyik mindig elfelejtik, hogy szoktak jönni az abszolutizmus, az egy kicsit tévútra vitte az egészet, mert a legtöbb esetben itt persze van centralizáció, de itt van egyfajta együttműködés a hatalmi elitek között, de persze időnként ezek megbomlanak, de anélkül nem megy. Tehát nincs is Habsburg abszolút állam, ezt most már jobban ezt teljesen tudjuk. Tudnék a szegény Habsburg uralkodó minden egyes tartományi rende hosszú hónapokig kell mindig mindenről tárgyalni és megegyezni, egy rendes abszolút állam, egyszerűen kiadják az utasítást, itt ez nem volt. Uh, és ugye a háború és annak hatásai, ugye, amiről röviden beszéltem, és amit akartam menni, mert ez egy újabb szempont, kevésbé szokták figyelem venni, hogy, hogy, az információ problematikája. Ekkor jelenik meg, hogy ahhoz, hogy tudjunk tervezni, nagyon sok információra van szükségünk. Mennyi alattvalónk van, mekkora területünk van, mennyi adót várhatunk el. Uh, ugye ez megy a végére, ugye a katonai felmérések után megjelennek a felmérések, kataszteri térképezés, de ez még ma 18. század vége, 19. század eleje. Uh, és ennek az egész uh, Fiskális katonai államnak ugye van jó néhány aspektus, én néhányat emelek ki, ezek fontos lépések, pénzügyi igazgatás modernizációja, katonai igazgatásnak és a katonai fizetésnek is egyfajta modernizáció zajlik, ez összefügg a burekrácia fejlesztésével, kialakításával, professzionalizálásával. Ugye ahhoz, hogy a bevételket meg növeljek, ahhoz meg az adórendszert modernizálni kell, és ez egy ilyen csúnya dolog, mindig azt mondják, hogy aki adós meg tart, az biztos rosszul gondolkodik. Ez a korszak a, a állami hitelezés, illetve az állam eladósodik, az állami adó, eladósodás kezdet, ami egy természetes folyamat. És akkor föl lehet tenni a kérdés, hogy volt-e stratégiai tervezés ma előtt, azt nem tudom, mennyire ismerjük, itt inkább korai korások vannak. Ugye ez Domenico Mellini, Filippo Scolari életrajz 1570. Na szóval, föl lehet olvasni, nem mondom a lényeget. Ugye ülnek a magyar tanácsban Zsigmondnál az uralkodónál, és tárgyalnak arról, hogy hát itt van, hogy 12.000 ezer álló sereget állítsanak ki, hogy őrizze és oltalmazza a Dunát, és megvédje az országot a töröktől, akik elfogadták Szerbiát, és akkor ez a lényeg. És mintha hogy nem volt közöttük senki, aki számolni tudott volna, és össze tudta volna adni azt az összeget, amit a katonáknak kellett volna adni, hiszen szükséges és fontos volt a háború költséget ismerni, mielőtt az állásségre mentek volna, és tudni kellett, hogy honnan vegyék a pénzt. Hivatták Filipót, aki tollat fogva olyan sebesen elvégezte a számadást, hogy az összes jelenlévő csodálkozott, és igen, dicsérte őt. Ez volt piPO az antréja, ő egy kereskedő segéd volt, kiváló katona is volt, de ez egy gyönyörűen illusztrálja ezt a történetet, hogy milyen problémákba ütköztek, hogy egyáltalán tudunk-e összeadni számokat. De egyébként van stratégiai tervezésnek nyoma, és most csak a Mohács előtti időszakot nézzük, a 1994-95-ös kincstart, hogy sok minden van, de ebben van egy későbbi elnevezés, az a ráció erogációnum, de van egy olyan része benne, ami kifejezetten végveszi, hogy a délvidéki, tehát a Nándorfehérvári, a Macsói, meg a stb. bánoknak, Temesvár Ispánnak mennyi katonát kell tartani, mennyi költségbe kerül, ezt valószínűleg tévedésben másolták bele ebbe a kötetbe, de volt egy ilyen kézi a királyi udvarban, hogy tudják mindenkinek mi a fizetése. Egy ilyen konkrét részletes katonai kiadási jegyzék van 1511-ből, ebből van itt egy részlet, és 1523 egyszer az egyik konferencián beszéltem, már konkrét büdzsék vannak, aminek az a lényeg, hogy a, be, tehát a kiadások mellé hozzáteszik a tervezett bevételek. tehát hogy igenis van egy ilyen a magyar királyságban. Ugye mit mondhatunk Mohács után? Hát az egyik legnagyobb probléma az a pénzügyek rendbetétele volt. Nem szoktunk hangsúlyozni, de az első Ferdinand, aki akkor egyébként szimpla osztrák főherceg volt, a legnagyobb magasabb funkciója az, hogy ő volt a 5. Károly Hát szegényebb volt, mint a második Lajosunk. Sokkal kevesebb bevétele volt, elég sok baja volt a rendekkel. Az egy külön történet, hogy hogy sikerült utána szapolyot kiszorítani, azt a spanyol kasztidai rendek finanszírozzák 5. Károly révén. És ugye abban a pillanatban megjelenik a török, akkor már nincs pénz, akkor ugye persze ugyanolyan. Tehát ugyanolyan hektikus az egész ö, 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 katonai mozgás éppen ezért, mert senkinek nincs pénze. És itt rájönnek, hogy itt nagyon-nagyon rendbe kell tenni minden, És ezek elég ismert dolgok, ugye itt a kamarai rendszer, udvari kamara, alsó, osz, magyar szepes és stb és ugye erről meg beszélek később is, hogy adigazgatás intézményrendszerét is meg kellett teremteni a Bécsi Adi Tanács Belső Ausztriai, és van egy katonai Fizetés intézményrendszer, fizetőmesteri hivatalok, mustramesterek. Tehát ezt meg kell csinálni, és mellette ugye megjelennek a stratégiai tervezés részeit, már az egyre több büdzsénk van, amihez hozzátesznek jövedelemfelméréseket, a katonai kiadásokat részletesen, folyamatosan tervezik. És van még egy szempont, ezt nem szoktuk figyelni, mert, hogy folyamatosan ott van ez a racionalizálási szándék. Mindig látják, hogy a kettő az nem áll arányba. Soha nincs annyi bevételünk, amennyi kiadás kell. Tehát akkor a kiadásokon kell csökkenteni elsősorban, és hát megjelennek a kiadások, katonai kiadások, kreatív finanszírozás, majd erről beszélünk. Sokszor nem pénzben fizetünk, vagy kevesebbet fizetünk, stb. Ugye a stratégia tervezés része a volt az is, hogy a késő a jellemző, hogy rengeteg adómentesség, jövedelemelzálogosítás volt, ez természetes rendje volt ez a domeniális államnak, ezeket teljesen fölszámolják. Magyar Királyságon Mohács előtt a vandériátus urak a hadiadó nagy részét nők maguk maguknak szedik be. 1540-es évek ez teljesen megszűnik. Tehát nincs egy ilyen, hogy a földes úr beszedi az állami hadiadót magára, ez egy példa, vagy a 30 szorokat visszaszedik. és Magyarországon kevésbé, de az egész hadiadórendszert újra gondolják özbirodalmi szinten, 1540 ben 41 ben és az a teremtik meg, nem is a magyar királyi jövedelmek alapján, hanem a többi tartomány beléltet, hogy Csehország éves, gyakorlatilag szinte évente megszabadó hadiadója állt mindig egyfajta ilyen alapként rendelkezésre. Addig kevésbé volt, és a másik terület pedig a birodalmi török megreformálása volt, ami pont második mix a nevéhez fűződik, 1560-as évek közepe vége, és egyébként mindig fölmenő, kellenek új adók. Ez csak ilyen röviden egy ilyen nagyon bonyolult ábra részletében is lehetne menni, hogy, hogy, ezeknek a pénzügyi stratégiai szervezés, tervezésnek, gondolkodásnak milyen intézményrendszer volt. Hihetetlenül bonyolult, összetett. Ugye ott van a kamarai rendszer, a katonai igazgatási rendszer, ettől félig meddig függetlenül alárendelve és összekötve a két intézményrendszerrel a udvari pénztár, a hadi pénztárak, a területi hadi Tehát ez egy nagyon komplikált és most is nagyon nehezen követhető rendszer. Ki, mikor. Ezek a nyilak nem véletlen, mert valamikor hadifizetőmester fizet az udvari kamarának, megfordítva az udvari pénzt. Szóval, hogy, hogy, nagyon bonyolult rendszer. Ez is egy másik ábra, még korábbról, hogy itt is, hogy a különféle pénztárak, a hitelezők, az uradalmi bevételek, tehát hogy ki, itt mindenki mindenkinek utal és fizet, tehát hogy, hogy ennek az egésznek az áttekintése is elég összetett volt akkoriban. Ez egy másik táblázat, mondtam, hogy a bürokráciára szükség van. Nagyon nehéz összeszedni ilyen adatokat, Ezt az udvari kameránál úgy, hogy lehetett. Itt alul érdekes, nem tudom, hogy tudok -e ezzel világítani nem? Mindegy. Hogy mondjuk 1528-ban 16 alkalmazott van a udvari kamarában, 1540 ben 112. Nem tudjuk sajnos a magyar kamara, a Szepesi kamara ilyen jellegű adatsorait mellé tenni, ez külön kutatásokat igényelne, de ott van hogy a magasabb beosztású hivatalnak, szám az 11-ről 45-re növekszik, tehát ez is egy összeurópai jelenség, ez csak egy példa. Ugye szóltam az adórendszerről, hogy szükség van annak is a egyfajta de hát valamilyen szinten újra szervezésére is, átgondolására, ez egy nagyon nehéz ügylet volt. Ugye a, amit ugye próbáltak rendbeszélni ezek a kamarai, meg a regáli jövedelmeknek a, a újragondolása, újra a lehetőségeknek a maximális kihasználása. Ugye utaltam már a hadiadó birodalmi rendszerének a egységesítésére. Ezzel alul ugye két ország volt kivétel, az egyik a Magyar Királyság, megmaradt külön egyfajta rendi kontroll alatt, és nem tudjuk ki mi a másik, az Styrol. A tyroliak ma se akarnak Ausztriába adót fizetni, akkor se akartak. Ez csak érdekes, kevésbé tudjuk, hogy a, a, amikor a kamaráknál panaszkodásnak, nem csak a magyarokra panaszkodnak, hanem a Tiroliakra, azért van egy apró különbség, hogy ez Magyarországon állandó háború volt, és itt mindenki adakozott. Tirolban meg nem nagyon kellett. Senkinek nem volt kedve oda fölmenni a hegyek közé. E, és ugye megjelennek, már csak szűkebb mértékben, mert nem sikerül az adóreformot megvalósítani a 18. század végéig sem. De azért nem véletlenül, hogy megjelenik az ingyen munka, ezeket ismerjük, élelemadó, fél a -al, fogyasztási alapú indirekt adó az akciz, ami egyébként a birodalom másik részén van. Tehát, hogy ezek mind-mind új eszközök, és amivel a hadiadót meg akarják reformálni, nagy rész nem sikerült ez a repartíció rendszere, hogy, hogy, az volt az ötlet, hogy fordítsuk meg az egészet, ne azt nézzük, hogy mennyi pénzünk van, abból mennyi katonát kell tartani, ennyi katonát kell fizetni ahhoz, ennyi pénzt kell, és szétosztjuk, hogy oldjátok meg egymás között. A magyarok ebbe élen jártak, hogy mármint, hogy hogyan ne kelljen ezt megvalósítani és kifizetni. ugye szó volt a büdzsékről, ez csak egy rövid összefoglalás, mert erről is többször már beszéltem is írtam, hogy, hogy egyre több a 16. század közepét az hadi költségvetés, hogy mellé teszik, nem mindig először, nem nagyon vannak ott a bevételek mellé téve, aztán utána. Mi 1577-es nagy bicsodi tanácskozásról kellene, Jóska beszélt már tegnap, amennyiben jól tudom. és hogy arról is érdemes egy-két szót mondani, hogy ez nagyon, ez egy, tehát nem csak ez a bizonyos jegyzőkönyv, hanem iszonyú mennyiség irat születik a kamaránál is, hogy fölmérik az ehhez kapcsolódó jövedelmeket. Tehát, hogy megnézik mind a két oldalon, de iszonyú részletességgel, nem akarok belemenni a részleteibe, olyan mondjuk bevételi kimutatásokat csinálnak, amiben olyan jövedelmek is benne vannak, amik nincsenek benne a kamarai számadásokba. Viszont tudják, hogy van például az uradalmak által kifizetett élelmek, meg egyéb ilyen ilyen pénzügyi trükkök, tehát sokkal jobban átlátták, hogy mennyi a tényleges bevétel, mint amit az erre hivatott szervek kimutatásaiból kitűnne. Egyébként ugye a hadi oldali becslés, vagy mindig tervezésre, ugye ezek a bizonyos krikstátok állnak rendelkezésre, hát itt mindig óvatosnak kell lenni, mert ez egy ilyen kívánatos létszámadatokat és összegeket tartalmazott, soha nem töltötték ki ezeket a létszámokat, soha nem fizettek ki ennyit de mindig jó érv volt mondjuk a birodalmi rendeknél való tárgyalásnál. Tehát ne higgyünk ezeknek fontosan. Egyébként az első igazi büdzsé az meg 1701-ben van a monarhiában, ami az egyik legkorábbi így Európában is. És akkor átérnék ennek a másik, tehát hogy, 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 jó, de hogy néz ki ez a stratégiai gondolkodás tervezés? Hát ez az időszak szerintem, 16. század, 60 század, ez a diskurzusoknak a időszaka, az embernek az az érzés, hogy ha kell, ha nem kell, mindenki akart egy ilyet írni, vagy többet, ugye? Tehát, hogy ezeknek általában az a címük, hogy diszkursz, hogy, 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 hogyan lehetne bármit kezdeni ezzel a helyzettel. És ezek azért elég okos emberek, hogy a Sendéről beszélt már Kenneth Jósk elég sokat, de a Hans is maradtak ilyen, de nem csak katonák, katonák közül nem mindenki, de azért vannak ilyen nagy koponyák, akik... ugye a Sendi értett például a gazdasági oldalához is, és az ő javaslatai alapján sok mindent sikerült megvalósítani, de a Rüber is ilyen. Ugye én a Geiskoflert ígértem a az előadásnak a rezuméjában, hogy egy picit beszélek róla, ugye ő, ő birodalmi fillérmester volt, tehát ő abszolút pénzember volt, bár járt elég sokat a magyar hadszintén a 15 ös háború alatt, és hogy nagyon érdekesek, mert valami, valami teljesen megvalósíthatatlan, tehát légből kapott, ezek között a javaslatok között, de azért a többségük nem. És azt érdemes megfigyelni, hogy a, az értelmesebb meg a végrehajtható javaslatok, a nem is rögtön, de akár évtizedekkel később megjelennek és megvalósulnak. Ezeket érdemes lenne így módszeresen egyszer végigkutatni. Hát azért vannak problémák, hát én jártam a Duisburg levéltárba, átnéztem mindent. Hát most megnéztem a jegyzeteimet, kb. 20 ilyen diskurzust találtam a Gelszkófertől, majdnem minden évben írt többet, különféle témákról ez csak egy példa mondjuk a magyarországi hadügyek rendezésére 1604-ben, nem akarok most tartalmilag belemenni, mert ezek nagyon összetett javaslatok, de hogy például ilyet akarok kiemelni, hogy van egy külön javaslat az állandó hadsereg felállításáról, Tehát sokkal korábban, mint hogy ez megjelenik egyáltalán, és egyébként amit leír, körülbelül úgy, vagy ilyen logika mentén valósítják meg később, de hogy nem csak a, mindig a magyarokra, mindig magunkra gondolunk, de neki volt ilyen konkrét javaslatom mondjuk a csehországi védelmi rendeletre, hogy hogyan kellene ezeket, a, ahol nincs, ugye megvalósítani, bevezetni. Ez egy pénzember, hangsúlyozom, tehát kicsit átment másik területre. És ugye ez a másik, amit nem szoktuk mindig kifejezni, vagy, vagy fontosnak tartani, hogy kihangsúlyozunk, nagyon sokan megjelentetik ezeket a... Tehát, hogy tudatosan terjesztik, Gels is, ez egy külön füzetecske, 1614-ben jelenteti meg, amikor ő már nem filérmester, meg tulajdonképpen egyfajta ilyen tanácsadó szerepkörben van az udvar környékén, egyre visszaszorulóban, mert ráadásul protestáns, de hogy itt egy ilyen füzetecskében három, bocsánat, 1620-ban jelenik meg, három ilyen javaslat van, amiből az első még mindig az, az a 1605-ös egyik javaslat a magyar ügyek kapcsán, de a birodalmi gyűlés megreformálása, a, a, hát nem tudom, még minden, van itt egy csomó minden, de ez megjelent nyomtatás, és több ilyen is ismert. Tehát ezt el, tehát sokan elolvashatták. Tehát tudatosan terjesztették ezeket a javaslatokat, ezeknek a hatásait nem tudjuk most fölmérni, de nyilván több a hatása egy, egy így terjesztett diszkurzusnak, mint ami egy példányba bekerül a udvari e, kamarába, vagy a hadi vagy az uralkodó környezetébe. E, és ez már egy kicsit lépek ettől, mert ez egy másfajta dokumentum. Uh, és erről is többször talán már szó volt. Ez, ez, a, ez egy nevezetes dokumentum, ez a cím, hogy titkos utasítás egy újonnan kinevezett udvari kamarai tanácsos részére. Uh, ne téveszem meg senkit, ez nem egy titkos utasítás. Hogy miért ez a cím, azt nem tudom, biztos van valami oka. Uh, ez gyakorlatilag egy olyan kézikönyv, nem is rövid, ami a monarhiának a teljes pénzügyi gazdotását mutatja be, és azt a célt szolgál, hogyha bejött egy új kamarai, hát általában tanácsosnak kellett lenni, akkor ezt elolvastatták vele, hogy legyen egy általános kép az egész monarhiának a pénzügyeiről. Ez azért, én azt gondolom, hogy ez már egyfajta stratégiai tervezés része, hogy, hogy a megfelelő információkat odaadjam azoknak, akik nem majd erről fognak dönteni. De ebben minden benne van, itt, hát néhány dolgot emeltem ki, hogy, ja igen, hát ennek több példány van. Tehát ebből van, ami ki van adva. Azért nem olyan egyszerű a dolog, tele van ilyen számadatokkal, hogy 1651-ben milyen bevétel van, meg 1672-ben. Tehát azt látszik, hogy mindig frissítik, de ne higgyük el, én megnéztem mindegyik példányban, ugyanazok az adatok vannak. Tehát a lusta hivatalok csak átírták az évszámot, de a benne lévő bevételi kiadási adat, az valószínűleg a legkorábbi, tehát valószínűleg ez 1650-es évekbeli állapot, csak hát ugye akkor iszonyú meló lett volna mindegyiket újra bekérni, feldolgozni, és ugye ennek az a technológia, hogy három éves adatsorokat kértek és abból átlagoltak mindig. Tehát baromi sok meló, hát akkor sem szeretett mindenki dolgozni, egyszerű volt az észszámot fölölölölni, úgyse jött rá senki, hogy, hogy, hogy mi a valóság, de ennek ellenére az egy nagyon-nagyon informatív és használható, és ö, ö, nagyon érdekes, mert nem csak egy ilyen szűk Kamarai igazgatás, meg pénzügyi ö, kézikönyv vesz, hanem mindenkit ismertet, akinek valami köze van az egészhez, tehát az uradalmi szereplőket, kikkel kell tárgyalni az udvarban, milyen tisztviselők vannak, nekik mi a fizetésük. Ö, ö, aztán benne vannak ezek a trükkök. Például, hogy hogyan kell a katonákat megvezetni a posztó fizetés. Ez le van írva, hogy mit szoktunk csinálni, hogy hogyan kell meggyőzni őket, meg mi, hogy mivel lehet pénzt takarítani, meg kreatíven ö, intézni, vagy a hitelszerzés, hiteleket hogy kell ö, intézni, de benne van, ezt is kevésbé szokták figyelni, hogy hogyan kell a különféle hivatalokat ellenőrizni. Levéltársak megnéznek, iratkezelési ellenőrzés is, ellenőrzési feladatok is vannak, hogy rendben ö, vezetik ki a, 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 hát a korábbi idézővel könyveket nem ilyenek, ezek a protokollum köteteket, de hogy a hivatalnak a kinevezés, ugye eskütétele, fizetése, milyen bírságokat kell adni nekik, hogyha nem jól végzik a dolgukat, de ilyen ösztönző, ilyen, ilyen, ilyen mint amit ma is szoktak csinálni, ugye, hogy hogyan ösztönözzük a munkatársakat a jobb teljesítményre típusú jó tanácsok is vannak ebben. Ez egy nagyon-nagyon összetett, én más ilyen jellegű dokumentumot nem ismerek. Ki van adva, de elemzése nem nagyon van még ennek a kézikönyvnek. És akkor ez a harmadik téma, hogy, és azért kértem, hogy négy percet közben végig szaladunk, hogy, mert ez önmagában érdekes, hogy jó, jó, de hogy mondjuk a végvárrendszernek volt-e valami, mármint ennek a finanszírozásnak valami speciális stratégiája. Ez egy kicsit nehéz ügy lehet, ugye ez egy idézet, ami többször szerepel, mi is használtuk a Gézámat, van a pontos cím, hogy minden Magyarország a szomszédos, ezt ugye bele kell érteni, hogy tartomány tartsa el a saját Magyarország végvidékét. Ez többször visszaköszönő, de ez egy, ne higgyük, ez egyfajta toposz, amivel egyébként elsősorban az osztrák rendek győzködik oda írtam igen, hogy ez ilyen összetettebb a kép, de azért a 16. század tényleg megfigyelhető egy ilyen rend, ami többször előkerül, hogy, hogy megvan, hogy melyik végvidéknél ki a finanszírozó, ugye, hogy a horvátországi mód például teljesen kiszorul a magyar finanszírozást, tehát a magyar kamarának kéne, tudják, utasítása szerint a magyar kamara illetékes Horvátország területén is, meg Szlavóniában is, Hát itt tényleg a krajnai karintiai rendeknek a hadiadója, meg a török segít, ezt pontosan tudjuk, hogy ide, külön, ahogy külön kivetnek erre a horvát szamó mendekre, hogy a szavónak hát odaírhatta volna ott is a török segít, a stájerek mellé, ugye a kanizsáról többször szó volt, de volna még alsó Osztriát is, de én inkább mondjuk a magyar kamarát emelem ki, mert a kanizsai végvidéknél ott fontos szerepet játszik, és kevésbé ismert. Ugye a Győri meg hát az alsó a szerepe ismer, de itt is a, török, a török és a magyar kamara nagyon sok pénzt fizet. A bánya vidékinél, meg a magyar kamara, a körmözmányai kamara, na azon az alsó a kamara alárendeltségében, ugye ez egy külön pénzverő kamara, nagyon nagy bevételekkel, nagyon nagy kifizető hely 17. században, és a cseh és a morva rendek. A felső Magyarországénál meg ismerjük a fizetői mesteri számadásokból, hogy a szepesi kamara mellett a sziléziai rendek, Egyébként ők különbitték a pénzt, a morvák, a csehek, szilézi, a saját fizető mestereik voltak. Tehát valóban van egyfajta ilyen több lábon álló összetett, nem csak a központi szervekre agyatkozó finanszírozási stratégia, és tulajdonképpen mindenkinek évileg kellett tudni a dolgát. E, és akkor a magyar hozzájárulás kérdésére néhány mondat, hogy sokkal jelentősebb, mint amit láttunk a tervezetekben. Tehát ne higgyünk el ezeketnek minden, meg amit a büdzségben. E, mindig szoktam mondani ezt a nem sokat foglalkoztam a kamarai uradalom rendszernek hozzájárulása. Az ilyen 20-30 százalék, nagyon nagy összeg, a katonai, hát főleg az élelmezés területén. A szepesi kamerát, ezt ugye a Lázár találja ki. Gondoljunk ez nincs még egy ilyen. A, tehát a kamarai rendszer, ezt ne felejtsük el, a tartományi. Tehát van egy cseh kamara, van alsósztröji, van tiroli, van stájer, de nincs olyan, hogy van egy ország, aminek a területén kettő kamara van. Meg tudom fordítani, hogy a cseh királyság az legalább három ilyen nagyobb entitásban áll, ugye a szűkebb értelemben a Cseh Királyság, a morga a és a Szilézia. Lesz Sziléziai Kamara, van Cseh Kamara, Morva nincs. Pedig annak igazából lett volna a jogosultsága. Az, hogy egy önálló, nem önálló területnek van saját kamara, teljesen, tehát nem is egyezik a uralkodói pénzügypolitikával, ebből látszik, hogy a Srendi tényleg van olyat nyomott át, ami, ami teljesen értelmezhetetlen volt a korabeli jogfelfogás szerint. És az, hogy alászervezik ezt a hihetetlen mennyiségű uradalmat, ez felső Magyarországon a meghatározó, az a gyakorlatilag biztosították a 16. század utolsó harmadára, hogy itt a dolgok rendbe menjenek, és itt látszik, hogy milyen összefüggés van az ilyen javaslatok és a megvalósulások között. És amit mondom mindig, ezek hiányoznak a kamarai számadásokból, hadifizetőmesteri számadásokból sokszor. Hát a 16. század, a 16. század végén meg a 15. Éves háborúban nagy krak van, hogy sok birtokot eladnak, elzálogosítanak, de azt például nem szoktuk figyelembe venni, hogy a tizedeket soha nem engedik át, az egy államosított adó lesz, és a tized bevétel az egyik létező legnagyobb jövedelem az uradalmak esetében is. Tehát azt a 17. században sem adja oda a kamara. És ezzel már végéhez jutok, nagy rész, hogyha tudok menni. És, és erről akartam beszélni, de már ez inkább a cigány Pista munkájára épül, hogy, hogy azért van-e a 17. század végén stratégiai váltás ebben az egészben, Persze itt is minden a pénz körül van, és ugye a Mont Monte is érdemes kiemelni, nálunk egy ilyen gonosz, nem ilyen zrínyi ellenes, nem tudom mi. De hogy, hogy Monte egy nagy, nagy ilyen, ilyen elméleti szakember is volt, nagyon sok munkája van, és az egy dolog, hogy ilyeneket írogatod, de az ő javaslata, ugyanis most Cigány idézem, van egy teljes átszervezés az 1670-es években, az részben összefügg azzal, hogy a veselényi összeesküvéssel. Ugye ide jön a 30 éves háborúba, bejön az, hogy hogy kell bevonni a privát szférát a hadsereg finanszírozásába, az a hadivállalkozók. Magyarországon a Batyányi Lándor, az és Rínyiek, Rákocsik, azok hadivállalkozók tulajdonképpen. Privatizálják a végvidéket, saját hadseregük van, elég kellemetlen. Ha négyen azt gondolják, hogy átállnak a török, az, az nagyon gáz. Úgyhogy abból háromnak levágták a fejét, szerintem részben emiatt. És ezt meg kellett, föl kellett ezt az egészet. Nem, nem megy ez a privatizáció, mert veszélyes. Tehát, hogy pénzügyileg tökre rendben van, de politikai stratégiai pedig, pedig nem. és akkor ugye ezt felszámolják. Hát még egy dolog, ez apró, hogy 16. században egy 10 hónapra fizetik a végvárjákat, itt már csak 8 hónapra. Az a trükk, hogy két, megláttam a tervezetket, levonnak két hónap zsoldot, és azt mondják, hogy két hónap kenyérpénzt kapnak, tehát cipópénzt, ami a fele annyi körülbelül, amibe kerül. És hát az ugye el kellett fogadni a katonáknak ebben nem akarok belemenni. Ez annyi, hogy a 1670-es években, hogy milyen katonai létszámok vannak Magyarországon, ezredek vannak nagy részt. A, a zöld itt, az azt jelenti, hogy ennyi végvári maradt Ez a 1400 e, felső Magyarországon, és körülbelül a 2500 alsó Magyarországon, ugye ez már a redukció után, de összességében majdnem 25 ezer katona van a magyar hadszintéren, akkor már ezredek alakjába. És ugye ez a, pedig a finanszírozás átalakítása, az még az 1670-es évek, amikor ez a régi rendszer, már picit emelt összegekkel, ez a 200-300 ezer forintos bevételek, és ugyanakkor, amikor a repartíciót kezdik el számolni, ha visszamegyek, egymás mellé kellett volna tennem, tehát akkor 2 millió forinttal számoltak, a repartíciónál már 4 millió fölött, csak szólok, mert megnézzük Csehország, Szilézia, Morvország, Belső Osztály, Alsó mi az, ami nincs, a Magyar Királyság és Tirol, ugye? Tehát, hogy ezt tudták, hogy az ebben nem fog belemenni. Aztán próbálkoztak persze, de nem ment, de ezt inkább a stratégia, a finanszírozási stratégiának a teljes átalakításának az illusztrációjaként szeretném volna bemutatni. És akkor ezzel zárnám, és akkor tényleg még sajnos két percet tovább mentem, hogy, tehát, hogy van pénzügyi tervezés, ma az egészen biztos. A hazmunarián alatt ugye az a nagy előrelépés, hogy van egy, van egy olyan igazgatási rendszerünk, olyan szereplőkkel, nagyon sok szereplőkkel, ami lehetővé teszi a stratégiai tervezést, de ehhez kellett megfelelő szakemberek, nem beszéltünk a képzés, a oktatásról, a bürokrácia növekedését említettem, és hogy egy folyamatos tervezés van, meg egy újra tervezés. Egy ezt látjuk, és ez köszönöm vissza a különféle diskurzusokból, és hát ugye ez is kiderült ebből több minden megvalós. A, jó, a nagyobbik részük nem, de egyébként meghatározó részük viszont igen. Köszönöm szépen! figure you